Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most megszakítjuk a tárgyalt előterjesztés vitáját, mivel II. Erzsébet királynő, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság uralkodója látogatást tesz és felszólal az Országgyűlésben. Még addig van néhány percünk, lehet laza beszélgetést folytatni, mert valóban nem lehetett hallani az előadót, és majd megfelelő időpontban átadom az elnöklést Szabad György elnök úrnak. Amint Szűrös Mátyástól is hallhatták, néhány perc türelem még, ameddig megérkezik a királynő. Ez természetesen a Kossuth téren lévő kameráinkkal mi is megpróbáljuk önöknek megmutatni. Addig néhány érdekes vagy fontos információt elmond önöknek Bocskai és Zsolt kollégám. Mivel II. Erzsébet a magyar parlamentbe látogat el, talán időszerű, aktuális a királynő, a brit uralkodó alkotmányos parlamenti szerepéről beszélni néhány szót. Ez az évszázadok folyamán jelentősen módosult, úgy változott, ahogy a parlament szerepe is megváltozott Nagy-Britanniában. Ma a brit kormány a brit parlamentnek felelős. II. Erzsébet Nagy-Britannia államfője, de kevés abszolút hatalommal rendelkezik, ehelyett inkább a miniszterek tanácsadójának tekintik. Mindez persze nem zárja ki azt, hogy igen aktív szerepet töltsön be a közügyekben. A hagyomány szerint, és itt azért lehet hangsúlyozni azt, hogy a hagyomány szerint, mert Nagy-Britanniának nincs írott alkotmánya, tehát a hagyomány szerint az uralkodónak joga van a tanácskozáshoz, a bíztatáshoz és a figyelmeztetéshez. Ennek azt hiszem a lényege az, hogy minden fontos ügyről tájékoztatják, és minden fontos kérdésben tanácsot adhat. Az ő feladata a miniszterelnök kiválasztása. A szokás az, hogy az alsóházban győztes párt vezetőjét nevezi ki, magához rendeli és megkérdezi tőle azt, hogy kész-e arra, hogy ellássa a miniszterelnöki szerepet. Közben önök már a képen látják, hogy megérkezik II. Erzsébet és Fülöp Edinburgh hercegének autója. A vendégekért Szabad György, az Országgyűlés elnöke ment le a parlament bejáratához, a lépcső aljához. Ő kíséri fel majd a kupolacsarnokba II. Erzsébetet és férjét. Visszatérve a királynő alkotmányos szerepéhez, ő nevezi ki tehát a miniszterelnököt. Tulajdonképpen megvan az a joga, hogy nemet mondjon, de hát erre nem nagyon volt példa. Márhogy nemet mondjon arra a személyre, aki a győztes párt vezetője. Hogyha az a helyzet állna elő egy parlamenti képviselőválasztás után, hogy a törvényhozásba a rivális pártokból ugyanolyan számban érkeznének képviselők, akkor ő döntené el azt, hogy melyik pártnak adja a kormányt, és melyik párt vezetőjét nevezi ki kormányfőnek, és hogy itt egyáltalán nem elméleti ügyről, elméleti kérdésről van szó, a legutóbbi brit választásokon a szavazatok számlálása közben, mivel olyan szoros volt az eredmény, bizony felmerült ennek a lehetősége is. Amikor már megvan a miniszterelnök, rendszeresen, a szokás szerint kedd délutánonként fogadja őt kihallgatáson II. Erzsébet. Erre minden héten sor kerül, és nem csak őt, hanem a kormány más tagjait is vendégül látja, kihallgatja. Ilyenkor tájékoztatják őt a legfontosabb dolgokról, a parlament legfontosabb ügyeiről, átadják a parlament legfontosabb dokumentumait, sőt a parlamenti vita összegzését is megkapja. És ezek ismeretében tud tájékoztatást, tanácsot adni a kormány tagjainak. Azt mondják, hogy a királynőnek nincs szabad napja állandóan, tulajdonképpen minden napja munkanap, és valóban, amennyire persze ezt tudni lehet, tényleg sokat tölt az állami ügyek ismeretével és a tanácsadással. Hogyha a királynő nem tartózkodik otthon, akkor az állami tanácsadók helyettesíthetik őt, ők a királyi család tagjai. Az összes jogosítványán természetesen nem rendelkeznek, mint amivel az uralkodó, de azért
néhány dologhoz nekik is joguk van. Mindemellett a királynőnek sok ceremoniális feladata is van, ilyen például a parlament megnyitása. Beszédet mond, mégpedig a trónról. Viseli a fején a koronát, ez az egyetlen alkalom, ha csak valami különleges esemény nem ad rá okot, hogy a koronát, a királyi koronát viseli a fején, amin az a bizonyos kohinor gyémánt, körülbelül ökölnagyságú, gyönyörű és nagyon értékes gyémánt is rajta van. Ez a trónbeszéd. Itt is van egy érdekes hagyomány, hogy amíg elhangzik az uralkodói trónbeszéd, addig az új parlament egyik tagját a Buckingham palotában fogságban tartják. Régi hagyomány. Persze ma már ez a fogság nem egészen ugyanaz, mint a régi időkben. Állítólag ez a fogoly nagyon jó körülmények között tölti azt a rövid időt. A szokás Cromwell és a polgárháború idejéből ered, amikor igen éles ellentétek feszültek a parlament és az uralkodó között. Visszatérve a trónbeszédre, a parlament megnyitására, a beszédet a kormány állítja össze a királynőnek, és tulajdonképpen az uralkodó feladata az, hogy elolvassa, ismertesse. Közben az itteni menetrendre rátérve néhány pillanatig Szabad György, az országgyűlés elnöke érkezik a terembe, miután a vendégeket felkísérte a kupolába, elfoglalja a helyét. Ami azt jelenti, ugye, ha jól tudom a protokollt, hogy Dornbach Alajost bemutatta a királynőnek, és ő fogja bevezetni a terembe. Jól tudom? Igen, hát legalábbis így van az előírt menetrendben. A mostani teendők ugyanazok, mint tegnap este. A vendégeknek kell először a helyüket elfoglalniuk a teremben, és amikor már mindenki leült, akkor érkezik majd II. Erzsébet és férje Fülöp Edinburgh hercege. Átveszem a elnök úrtól a ülés vezetését. Vendégeink megérkeztek az országházba. Rövid néhány másodperc múlva köszönhetik önök őket, amint a díszpáholyba beléptek. És akkor azt hiszem, most minden szám a díszpáholy felé fordul. Ezekben a másodpercekben érkezik meg a királynő, a herceg és a kíséretük közvetlen tagja. Ebben a pillanatban lépett be a királynő. Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Országgyűlés nevében üdvözölhetem ő felsége II. Erzsébet királynőt és ő felsége Fülöp edinburghi herceget Magyarországon, abban az országban, amely oly súlyos történelmi megpróbáltatások után helyreállította függetlenségét, visszatért a parlamentáris demokráciához, és újra alapozza szabad fejlődését. A ház nevében szeretném kifejezni, mennyire nagyra becsüljük a királyi látogatást Magyarországon. Most nagy tisztelettel felkérem ő felségét, államfői vendégünket, hogy üdvözölje a parlamentet. It gives me great pleasure to welcome, in the name of the Hungarian Parliament, Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh, in the country
which overcoming serious historical crisis, regained independence, resettled parliamentary democracy, and refounded free development. In the name of the House, I should like to say what a great privilege your state visit to Hungary is for us. I now have the honor to invite Your Majesty to address the Parliament. Amint ezt sejtettük, a korábban magyarul elhangzott üdvözlő szavakat ismételte el Szabad György angolul a királynőnek, és most néhány másodperc, amíg még bevonul a terembe. Tudunk-e addig még valamit mondani, Zsolt? Hát, talán annyit megismételni a tegnapi mondandónkból, hogy a királynő nagyon kevés hivatalos állami utat tesz egy évben, egyet-kettőt, és általában egyszer, egy alkalommal szólal fel egy országban. Nálunk most két beszédre kerül sor, ez lesz a második beszéd, tegnap a bizonyos vacsorán itt a parlament vadásztermében már elhangzott egy ünnepi beszéd. És akkor, amint most látják, Dornbach Alajos kíséretében érkezik a terembe második Erzsébet angol királynő. Please, madam. I am most grateful to you, Mr. Speaker, and to all members of Parliament for the honor you do me by your invitation today. The magnificence of your Parliament building, like the warmth of my welcome in Hungary, amelyben Magyarországon részesültem, felejthetetlen emlék maradt számomra. Throughout my life, egész életemben, I and my countrymen, jó magam is, honfitársaim is figyelemmel kísértük a magyarok sorsát. We have watched láttuk, hogy a jobb világ reménységét, amelyet 1945-ben felvillant, hogyan zárta el a vasfüggöny sötétsége, és 1956 bizakodását hogyan követte árulás és sok éves keserű elnyomás. Hosszú esztendőkig folyt a küzdelem, amelyet a jelenlevők közül oly sokan vívtak hazájuk szabadságáért. És kiváltképp megrendítők voltak 1956 őszének azok a lidércnyomásos napjai, amikor Magyarország fényét brutálisan kioltották. Önök most újra meggyújtották a lángot, és az érette hozott áldozatoktól még fényesebben ég. Magyarország nem csak a szabadság ösvényét nyitotta meg, hanem rátalált arra a békés útra is, amely a függetlenséghez és a demokráciához vezetett. A magyarok bölcsességének és érettségének fényes bizonyítéka, hogy ezt a hatalmon lévők is alávetettek, a megszállott és a megszállottak közötti tárgyalások révén érte el egyetlen puskalövés nélkül. De ezt nem tekinthetjük meglepőnek. Évszázadokon át láttuk, hogy a magyarok mennyire hatottak a sajátjukénál sokkal tágabb világra, mennyire gazdagították azt. Az emberi alkotó munka minden területén, a tudományban és az irodalomban, a költészettől az atomfizikáig, számos magyar férfi és nő viselhette büszkén a magyar nevét. Mi csodálatos, hogy ez a nagy tehetség ismét szabaddá vált, és megint kifejezheti magát önmaga és a világ javára.
Azt hiszem, a történelem írás megmutatja majd, hogy a kommunizmus, még ha idealizmusból és igazságérzetből született, és a gyakorlatban épp azokat árulta el, akiket állítólag szolgálni kívánt. Súlyos gyanakvást és megosztódást hozott létre a társadalomban. Szétmarta a család, a vallás, az egyéni felelősség értékrendjét. De csak akkor láttuk, mekkora kárt okozott hosszú éveken át tartó rombolásával, amikor végleg összeomlott. Önöknek most egy zaklatott világban kell megbirkózniuk ezeknek az éveknek a következményeivel. Könnyebb ledönteni egy régi építményt, mint újat emelni. Miközben igyekszünk meghatározni és kifejezteni azt az igazságos társadalmat, amelyben élni akarunk, rá kell ébrednünk, hogy a tökéletes államnak nincs kész modellje, és senkinek sincs joga megszabni, hogy mások hogyan éljenek. Minden országnak magának kell eldöntenie, hogy neki mi felel meg a legjobban. De kialakítottuk a nemzeti és nemzetközi magatartás néhány világos szabályát, az Egyesült Nemzetek Chartáját, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Helsinki elveket, és számos más dokumentumot, amelyet mindkét ország elfogad. Ezek a civilizált és békés világ alapjai. Az emberi gyengeséget ugyan nem száműzhetjük, a tisztességes magatartást sem kényszeríthetjük ki, de mindennapi életünkben példát adhatunk a türelemre, együttérzésre és felelősségre. Tudom, hogy Magyarországon mind több ember fog össze, mert segíteni és támogatni akarja a nálánál kevésbé szerencséseket. Hogy aggódó gonddal figyelik a természeti környezetet, amelyben élnek. Hogy tiltakoznak, ha előítélettel és igazságtalansággal találkoznak. Egy szabad társadalomban az egyén, a nemzet lelkiismerete és ereje. Ha szemügyre vesszük a mai Európát, láthatjuk, hogy immár nem szakítják két táborra egymással szemben álló ideológiák és ellenséges hadseregek. Barátaink élnek az Atlanti óceántól, az Uralig és azon túl is. És ez valóban bizakodással és reménnyel tölt el bennünket. Vannak azonban sötét felhők is. Az etnikai erőszak hullám, amely a régi rend összeomlását követte, félelmetes figyelmeztetés arra, milyen embertelenül bánhat embertársával az ember. Az Egyesült Nemzetek és az Európai Közösség révén másokkal egyetemben Nagy-Britannia is igyekszik helyreállítani a békét és humanitárius segéd eljutatni a korábbi Jugoszláviába. Tudatában vagyunk annak, milyen nehéz terhet kell Magyarországnak viselnie, milyen nagy lelkűen segíti a menekülteket, és milyen mély aggodalommal figyeli azoknak a sorsát, akik a határain kívül élnek. Mindnyájunknak kötelessége segíteni európai sorstársainkat, hogy olyan rendezett társadalmat hozzanak létre és tartsanak fenn, amelyben az emberek mindennapos ügyeiket békében és megelégedéssel intézhetik. Hiszünk abban, hogy az európai közösség az a központi erő, amely kiépítheti kontinensünk jólétét és biztonságát. Ez nem zárt körű klub, bár a tagság feltételei szigorúak. A közösség a jobb jövőért dolgozik, olyan jövőért, amelyben mindnyájan megtartjuk hagyományainkat és szokásainkat, de osztozunk európai társaink erejében és tapasztalatában.
Reméljük és hisszük, hogy Magyarország csatlakozik hozzánk ebben a nagy kalandban, mert önöknek joguk van hozzá, hogy ismét elfoglalják helyüket az európai történelem és kultúra fő áramlatában. Közhely azt mondani, hogy nehéz időket élünk, de ez talán sohasem volt igazabb, mint ma. Az utóbbi három év során Közép- és Kelet-Európában több drámai változás játszódott le a hatalom és a politika színterén, mint sem az bárki is hihette volna egy évtizeddel korábban. Átvezetni az országot egy önkény uralmi államból, amelyben az emberek hallgatni kényszerültek, egy nyitott társadalomban, amelyben mindenki hallathatja a szavát, nagy bátorságot és okosságot kíván, olyan tulajdonságokat, amelyeknek Magyarország és népe bővében van. Kossuth Lajos gyakran mondta, hogy a jövő a demokráciáé. Ha a jövőbe nézek, nem kételkedem, hogy igaza van. Mi Nagy-Britanniában örvendünk annak, amit önök elértek, és mélységesen bízunk további sikereikben. Együttesen munkára kell fognunk az emberi faj roppant képességeit, hogy egy jobb, türelmesebb és gazdagabb világot építsünk. Tisztelt házelnök úr, Fülöp hercegnek és jó magamnak is nagy örömünkbe szolgál, hogy itt lehetünk. Mindig hálával fogok visszagondolni az ön szíves meghívására, hogy szóljak az új európai demokráciák első szabadon választott országgyűléséhez. Isten áldja meg Magyarországot! Országgyűlés nevében megköszönöm ő felsége szavait, történelmi jelentőségű beszédét, és sok sikert kívánok további magyarországi tartózkodáshoz. In the name of the Hungarian Parliament, may I thank your majesty for your gracious words, your speech of historical importance, and wish you every success for your stay in Hungary. Az ülés vezetését átadom Kivés Mátyásnak. Második Erzsébet útja innen a Magyar Tudományos Akadémiához vezet, majd pedig délben ebéd a Gundel étteremben Antal József az ebéd meghívó. A délutáni programról annyit lehet tudni, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban látogatnak el a vendégek, majd pedig este az Operaházba. Itt a parlamentben pedig néhány másodperc után folytatódik a munka, Szűrös Mátyás átvette a elnöklést. Folytatjuk a vasútról szóló törvényjavaslat általános vitáját, még egy jelentkező volt.